Sziasztok, itt Niki, és ez a második live-unk The Green Guide-on. Most hozzáadom Esztert, hogyha ő is már elérhető. Remélhetőleg hamarosan megtalálom őt. Ellen, szia Teodóra, hogyha te vagy a túloldalon. Sziasztok! Várom Esztert, hogy megjelenjen. Még egy kicsit várunk. Addig is hello mindenkinek, köszi, hogy csatlakoztatok. Reméljük, hogy izgalmas egy óránk lesz. Sziasztok! Hello! Aha. Látom. Fáj. Eszter, próbálom. Vagyok, szia, sikerült, bocsánat, most már remélem hallotok, láttok. Én csoda, jól láttok és hallak, és szuper. Tök jó, szépen gyűlnek a résztvevők, sziasztok mindenkinek. Hát azért gyűltünk ma itt egybe, kedves mindenki, hogy felidézzük a tavalyi szuper jó havi témánkat, ami a fenntartható szex témája volt. És azért kedves ez a szívemnek valahogy, mert azóta én ahány podcastben voltam, ahány interjút csináltunk, és ez is szóba jött, mindenkinek így megakadt a szava, hogy tehát az, hogy ez fenntartató, és hogy szex, és hogy akkor ez így hogy, meg erről meséljek már, és hogy arra ez egy olyan izgi téma, hogy muszáj erről kicsit még beszélgetnünk. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést, Eszter. Köszönöm. Hogy vagy? Minden rendben? Ja, igen, így jó látni. Jó látni, Niki, téged. Igazából én... Megakadt. Mindjárt visszajön, remélhetőleg. Jaj. Nem tudom, hogy én akadtam-e meg, vagy ezt... Na, itt van, vissza. Gyere vissza, Eszter! Nem tudom, hogy mi történt, ledobott. Én csak itt beszéltem mindenkitől, bocs, valamiért, úgyhogy remélem, hogy ez így nem lesz állandó. Szóval, hogy én is nagyon sokat gondolkodtam ezen a témán egyébként, azóta is, amióta közösen foglalkoztunk vele, meg nekem is egy csomószor feljött beszélgetések során, és mindig arra gondolok, amikor mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt először a szexualitásban felmerült ez a téma, a fenntartható szex, akkor tök nagy ellenállásba ütköztem, az volt, hogy kaptam olyan üzenetet, hogy hát mi ez a hülyeség, ez senkit se érdekel, mert hogy ez egy olyan nehéz küldetés, meg olyan lehetetlen. És igazából talán, hogy senki ne csalódjon a beszélgetés végére, szerintem ez tényleg egy baromi nehéz dolog, mert annyi kitételnek kéne megfelelni, meg annyira bonyolult ez az egész nyilván fenntarthatóság, hogy most melyik szempontot vesszük figyelembe. Csak azt mindenkinek szeretném az elején elmondani, hogy amit a cikkekben is leírtunk, meg Nikiékkel is beszéltük, hogy mindenképpen az egészséged a legfontosabb. Az, hogy megvéd magad a betegségektől, vagy ha éppen teherbe szeretnél esni, akkor az, vagy ha éppen nem, akkor az. Tehát, hogy nyilván tök jó törekedni arra, hogy ezeket a dolgokat, amiről most beszélgetünk, így be tud építeni. Szerintem, ha már valaki eljut odáig, hogy akár egy romantikus gyertya vásárlásánál, vagy egy újabb szexi fehér nemű vásárlásánál, vagy akár az óvszer vásárlásánál eszébe jut, és megpróbálja kicsit fenntarthatóbbá tenni ezt a vásárlást, akkor már szerintem azt a pici dolgot, amit így meg tudunk tenni lépéksenként a fenntartható szexért, azt így megtette. Így van, és szerintem ez mindenre igaz, illetve minden területére, bevásárlásra, étkezésre, háztartásra, közlekedés, és mindig ezt tudjuk hangsúlyozni, hogy tényleg nem lehet egy személyben és egy nap alatt, és vagy akár egy egész életől se lehet a világot megváltani. Az a fontos, hogy törekedjünk ahány területen csak tudunk, ami éppen belefér. És egyszerűen azért vettünk elő egy ilyen viszonylag nincs témát, mert úgy éreztük, hogy Magyarországon meg elég kevés forrás volt, amiből lehetett volna tájékozódni. És sok külföldi cikket olvastunk, és arra gondoltunk, hogy hát ha beszélünk bevásárlásról, étkezésről, közlekedésről, akkor miért ne beszélnénk egy olyan dologról, amit jó esetben ugyanolyan gyakran végzünk, mondjuk a bevásárlást, ami pedig ugye a szexuális egy... Nem kérdezem meg, hogy hányszor vásárolsz be egy héten, de... Igen,
ez Ne válaszolj! lehet, hogy a vásárol a szerencsés. De igen, nyilván ez időszakfüggő, tehát hogy szerintem amikor én is egyébként tök más helyzetben jutottam, amikor ezek a cikkek születtek, akkor teljes mértékben szingli voltam, azóta szerencsére nagyon-nagyon boldog és nagyon sok szempontból kielégítő párkapcsolatban vagyok, ha ezt így lehet ennyire személyeskedni, úgyhogy tök más egyébként, vagy hát minimálisan változott is a hozzáállásom ehhez, és hogy jobban nyilván űzöm is, vagy tapasztalom azt, amiről tavaly még csak cikkeztünk. Ami tök jó. Azt nézem közben neked, mintha így az én képernyőmön így lefagyott az arcod, de nem Jaj, tudom. valami? Megint? Tehát, hogy hallak, csak így megállt a kép, és nem tudom, hogy ez csak így nálam, vagy esetleg segítsetek, akik néznek minket, hogy ti ezt látjátok. Nem élvezhető, amit eddig itt művelünk, vagy látványban és hangban, de hogyha hallotok, akkor én itt közben, mert ha lefagytam végül is, mindegy, haladjunk, és akkor hát, ha visszajön, és ha nagyon nem, akkor szóljatok. Jó, azt írják. Köszi, 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 jó minden. És hogy azon gondolkodtam, mielőtt belevágunk a teljes beszélgetésbe, hogy igazából milyen lenne az ideális, legfenntarthatóbb szex. És arra jutottam, hogy amikor tényleg semmi más szempontot nem nézünk, az lenne a legfenntarthatóbb szex, hogyha kimész egy erdőbe, bemész egy barlangba, vagy egy sátorba, tehát hogy nincsenek körülötted, nincsen áram, nincs folyóvíz, hanem az van, és ott a kis kezeddel magadhoz nyúlsz mindenféle eszköz nélkül, na, ez a legfenntarthatóbb szex a világon, úgyhogy ehhez képest kell megoldásokat találni. Igen, ez ugye annak az analógiája, hogy így igen, fűzfalruhát hordunk, és bogyókat gyűjtögetünk, és barlangban élünk, ami ugye nyilván nem ez a cél, hanem ugye arról beszélünk, hogy társadalomban élve a 21. században, hogy tudjuk a különböző tevékenységének megtalálni az egyel zöldebb változatát. De nagyon jó volt a felvezetés, meg köszi ezt, hogy tényleg azért nyilván nem kell elszakadni a valóságtól. Hurrá, erdő, írja Dávid. Igen, jó. Barlang. Igen. Tehát, hogy vannak itt azért jó kis lokációk, amiket azért ki lehet használni. Nem tudom, csapjunk is bele. Én be van be, készítettem annak egy pohár borocskát, hogy itt könnyebben folyjanak a gondolatok, meg minden. Jó. Szerintem mit szólnál, ha az ószerrel kezdenénk, mert nyilván az a legelterjedtebb, legkönnyebben hozzáférhető, és akkor felelevenítem azt a szörnyű esetet, ami most tavaly vagy tavaly előtt volt Vietnámban, az biztos ti is többen láttátok a hírekben, amikor egy óvszer újra hasznosító üzem bukott le, ezt úgy értsétek, hogy nem tudom, honnan szerezték a használt ószert, ez sajnos nem árult el a cikk, de hogy ilyen 10 000 szám vagy 100 000 szám mosták ki a használt ószereket, és ez egy olyan újrahasznosítás, aminek nem igazán örül senki. És hát nyilván az ószer a leg... Hát igen, tehát az ószer ez egy óriási szemét, mert mintha csak a fenntarthatóságot nézzük, viszont ha az egészségedet nézed, meg a biztonságod, akkor az a legbiztonságosabb, az az egyetlen olyan megoldás, ami a nemi betegségek ellen is megvéd téged, méghozzá, még akkor is, hogyha a gyártása közben, ugye ez már, a Niki, ez a te asztalod, nagyon sok káros anyag megy a levegőbe, vagy akár a folyókba, szóval, hogy ez egy ilyen elkerülhetetlenül rossz dolog sajna. Igen, ezt emlékszem is a kutatásaimból, hogy tényleg a gyártása közben keletkezik, ami a legtöbb káros anyag és kibocsátás, de hogy ez az egyszer használatos műanyag, amivel nem szabad spórolni, tehát hogy a nylon zacskóval igen, de az óvszerrel sosem, tehát hogy tényleg a biztonságunk és az egészségünk az elsődleges cél, nem beszélve arról, hogyha ugye, tehát mint hogy minden más egészségügyi területen is, akár csak fogápolás vagy bármi, azért fontos a megelőzés, és inkább a megelőzés során használni esetleg egy kicsivel több műanyagot, mert hogyha azt a valami problémát kezelni kell, gyógyszerekkel, műtéttel, bármilyen beavatkozással, akkor az jóval, jóval több hulladék termelni, arról nem is beszélve, hogy mondjuk esetleg egy nem kívánt terhesség megszakítása milyen lelki traumával jár, és milyen egyéb járulékos szörnyűségekkel, tehát ott a legutolsó az, hogy hulladék is termedik akár, tehát hogy tényleg abszolút az óvszer az egy elengedhetetlen, nagyon fontos eszköz, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a modern korban ez már ennyire könnyen elérhető. De van megoldás, vagy legalábbis utána lehet járni, megnézni, akár bármilyen
drogéri mártba, vagy bármi hasonló helyre bemenni, és így végignézni a készletet. Nyilván léteznek vegánószerek, akkor léteznek olyan megoldások, ami fair trade, tehát hogy el lehet dönteni, hogy mondjuk neked akkor legyen az, hogy etikus az ószered, neked az a legfontosabb, hogy ez egy fair trade-ből származik, vagy akkor megnézheted a gyártási körülményeket, szóval, hogy meg nyilván, tehát, hogy pont a cikkedben írtad, hogy amikor Berlinbe bementél egy vegán shopba, és akkor ott találtál egy olyan márkát, ami tök szimpatikus volt. Nem tudom egyébként, hogy egy hagyományos ószerhez képest például mennyivel drágább egy vegán ószer. Ezt őszintén megmondom, nem néztem meg, hogy mondjuk másfélszer annyi, vagy ötször annyi, vagy ez is attól függ, mert nyilván azért tehát hogy ezeket is bele kell számolni, hogy mondjuk egy középiskolás nem biztos, hogy be tud menni, és meg tud magának venni, nem tudom, 15 doboz vegán ószert, pedig szeretne. Igen, ugye, amit érdemes lehet megjegyezni, hogy ez ugye ilyen furcsa, hogy hát mégis mitől vegán vagy nem vegán egy ószer, hiszen ugye furcsa elképzelni, hogy milyen eltérdető dolog van benne. Attól nem vegán nagyon sok ószer, hogy egy kazein nevű tejszármazékot tesznek bele, ami kicsit puhítja az anyagot. És amik ugye vegánként vannak megcímkézve, ezek néha tudatosan, néha teljesen véletlenül van. Nagyon sok olyan saját márkás drogériás ószer is, ami nem kifejezetten erre megy rá, de tök véletlenül vegán. Tehát lehet ezeket is választani, és akkor a következő szint az, hogy mondjuk van, ahol a csomagolásába kevesebb alumíniumot kevernek, mondjuk nem cellofánozzák be a kis kartonhoz, tehát hogy hulladékcsökkentés van benne, és vannak olyan márkák, amik különböző akár karbonsemlegességet vállalnak, vagy úgy próbálják, vagy a gyártást valahogy ellensúlyozzák valamilyen módszerrel, mert a gyártásból származó kibocsátásokat. És tehát vannak tök jó kezdeményezések erre, de valóban sok márkánál, hogyha egy márkán belül van egy fenntartható vonal, akkor az sokszor többe kerül. Ez ugye nem tudni, hogy egyrészt tényleg nagyobb odafigyeléssel, esetleg más anyagigényel készült, ami ugye indokoltá teszi a drágább árazást, vagy ez is akár, el tudom képzelni, sok esetben egy ilyen greenwashing eszköz is lehet, hogy hát a zöld akkor meg lehet másfél szerezni az árát, és akkor úgyis megveszi a sok zöld hippi. De én bízom benne, hogy sok ilyen esetben, ahol tényleg megválogatják az alapanyagokat, ott ugye így indokolt az, hogy jobb, tehát tényleg etikus körülmények közül származó. Beszélünk is, hogy ott tényleg indokolt esetleg az áremelkedés, de valóban ezen mindenkinek fér bele. De opció lehet, hogy erre mondjuk figyelnénk, de tényleg a legfontosabb az, hogy mindegy, hogy milyen ószerrel, de kifejezetten a mi partner esetén nagyon-nagyon fontos. Azt akarom mondani azoknak, akik itt néznek most bennünket, hogy most márkákat nem fogunk mondani, meg lelőhelyeket, de hogyha a Green Guide vagy a Sexually oldalán a fenntartható szexre rákerestek, akkor ott konkrét márkákat is írunk, meg lelőhelyeket is, ószerre, fehér neműre, tehát hogy ami itt van, hogy esetleg hol találhattok ilyet, szóval, hogy ott így lesz konkrét segítség, csak most így nem akarunk márkákat felsorolni. Igen. Igen, de hogy ez ugye tök fontos, és szerintem jó, hogy ezzel kezdtük. Nem tudom, menjünk tovább, mert ugye elég sok. Szerintem tablettázunk, mert olyan sok minden van, vagy szóval, hogy tényleg annyira, hogyha gyorsan mindenbe bele akarunk egy kicsit kapni, és talán azért nyilván a fogamzásgátló gyógyszerek, a konkrét bevehető tabletták, amik a legelterjedtebbek a világon, legalábbis itthon szerintem biztos. És igazából talán ez az, amivel kapcsolatban mindenkinek már a csajoknak, akik szednek ilyet, azoknak van tapasztalata, mert ugye az a legáltalánosabb, vagy legalábbis még amikor én később középiskolás koromban, vagy egyetemista koromban bementem a nőgyógyászhoz, akkor az volt az első, hogy meg se kérdezték, hogy mit szeretnék, vagy szóval, hogy egyáltalán nem volt így kínálat, hanem az volt, hogy mindenki gyógyszert szed, ezért te is gyógyszert szed, ez a legnépszerűbb, talán ez a korodhoz megfelelő, talán jó lesz, próbáld ki, szevasz. Tehát, hogy igazából nekem az a személyes tapasztalatom, de nyilván biztos, hogy van olyan, aki számára a gyógyszer a legmegfelelőbb, nekem nagyon nem vált be, nekem nagyon rossz volt, így testileg, lelkileg, több évig kínlódtam vele, és igazából akkor még nem is tudtam, hogy tulajdonképpen én ezt így belepisilem a Dunába, és igaz, aztán még rátesz erre az egészre, hogy nem csak az én testemet rontom el, hanem még a környezetemet is. Igen, itt ugye a